játék, amivel ma játszunk, az nem lesz más, nem lesz más, mint a Fears of Fedom Carson House Episode 3. Aki már játszott itt nálunk, az tudja, hogy mi játszottunk, már videó van az első epizódról, streambe játszottuk a kettőt, és ez a Fears of Fedom a harmadik epizód. My name is Noah, a nevem Noah, 28 éves férfi vagyok a Midwesten. Nincs semmi ötletem, miért küldöm ezt el, remélem a sztori az egy tanulság lesz, ez 18 évesen történt velem, emlékszem erre az incidensre, mint ugye tegnap történt volna, ez a trauma diktálta az életem nagy részét. Hogyha valamilyen pukó hangot, ilyen mint hogyha fink hangot hallanátok, az azért van egyébként, mert megijednétek, mert recseg a székem, és ami van ilyen fingó hangot, aki nem tudom miért egyébként, és nem azért van, mert megettem a salátámba egy konzervbabot. Kicsi háttérinfo, az apukám Realtor, almost always become friends. Igen, majdnem mindig barátkozott a kliensekkel. Egy nap hazajött, és mondott nekem egy kisi munka lehetőséget a hétvégén. Az egyik régi kliense elmegy pár napra, és szüksége lenne valakire, akiben tud bízni, hogy vigyázz a házára. Az ember egy COO local media company-nál dolgozik. Apa azt mondta nekem, hogy fizet nekem $100, csak hogy figyeljek a házára, és csinálják meg pár dolgot. Elfogadtam a lehetőséget, amúgy sem lett volna semmi a hétvégén. A max annyi, hogy kellett egy kis idő, hogy az iskolai munkát megcsináljam. Plusz nem voltam finnyás arról, hogy honnan jön a pénz a zsebembe. Apu elvitte a házhoz. Szóval van egy csávó, aki elment otthonról és megkért minket arra, hogy a hétvégén figyeljük a házára $100. $100 azért hétvégén én is tudnék figyelni bárkinek a házára. Ugye azért a $100 egy hétvégén azért ne csinálok semmit. Persze! És most hol vagyok? Egy ilyen mosó, ilyen aha. Durva, nem mondjam úgy, hogy valakinek így el kell hozni a ruháit. És most mit csinálok, menjek el innen? Nem. Mi a feladatom? Aha! Várjál! Employees only! Ez csak a munkásoknak való, de mindegy, lemegyek, erre lehet csak jönni, sorry! Random valakinek ráragadt a WC papír a lábára. Ez itt micsoda? Ez már álmodok, vagy mi? Én kinyitom az összeset! Don't fuck with Gary! Munkás vagy, de mindegy. Miért vagyok munkás? Csávó azt mondta, hogy iskolába jár, a hétvégi melója az, hogy vigyázzon egy házra. Miért dolgoznék egy ilyen mosóhelyen? Meg most miért lettem bedrogozva? Meg miért lehet sprintelni? Ez nem jó jel. No smoking. Nem ez a meló. De? Hopp, ott van valaki. Change. Ahogy tudok pénzt váltani. Random sör. Ahogy te hagyta itt a sörös dobozadat, ki kéne dobnod ám, srác? Jól vagy? Bleach az a fehérítő, vágom. Verdi, hova tetted? Ki vagy te, hogy felkérdezzél engem? Hol van a... Hippo... A hippóra van szükségem. Nem, mert meg akarod inni, biztos valami csúnyát akartsál vele, azért ne... Kikszernek mindenki megint egy hatalmas nagy szívecske rohamot, mert... Mi ez a hely, és te ki vagy? Mi ez a hely, és te ki vagy? Azt mondtam, szükségem van a hippóra! Chill, dude! Boxolni akarsz, vagy mi? Noah? Noah! A pihenőidőnek vége! Itt vagyunk. Azután meg tudod csinálni. Kelj fel! Kelj fel, Noah!
Nyol, kelj fel! Mi van? Ja, azt nem tudtam, Niki. Nyol, kelj fel! Ja, csak álmodtam! Bocsa, pucsa, rémámom volt, na, voltam csávó, tudod, aki hippót akart, az verekedni akart, meg ilyenek, tudod, hogy megy ez. Még mindig úgy gondolod, hogy meg tudod csinálni? Persze, meg tudom csinálni! Roy felhívott és azt mondta, hogy a kulcsok a kamu kő alatt kell, hogy legyen. Oké, és? Azt mondta, hátul van. És ahogy mondtam, minden ajtó legyen zárva, és ne engedjébe senki. Niki! Tessék, végre Niki! Egy anonimus, nem tudom ki volt, de tessék Niki, megérte? Megérte, könyörögni azért a szubérben, valaki csak odaadta neked, Niki! Na, és most vidd a seggeret dolgozni. Ugye tudod, csak azért, csak a snackek miatt vagyok itt. Szia apa, vigyázz magadra az úton! Mehetsz, már be tudok találni! Szia! Hatalmas nagy bulikat fogunk itt rendezni! Nem ide valós vagyok, én abban a házban lakok, ja, sétálok tovább. Igen, és én még mindig sétálok, szóval nem ott lakok. Jó, most vissza! Szerintem ez az a ház. Azt mondta, hogy a backyard. Hogy tudok hátra menni? Itt hátul azt mondta, hogy valami kő mögött kéne lennie, de itt nincs kő. Kis kutyi! Oh, egyen meg! Majd te megvéded a házat, nem? Majd te mi... Ha? Mennyi, úgy hozz szét a ketret, mindent! Itt a medencébe úgy hozzál bele! Egy nagy kulát mondjuk ide! Adó, én nem szedem fel mondjuk, de nyugodtan szar szét itt a helyet! Ebbe van víz! Medencés partit fogunk rendezni! Mint szar! I got a little wet. Ja, egy kicsit nedves lettél, jó, ez egy ne legyél izgatott itt az új melódban. Hol van itt a kő? Evelyn Cooper. Az kicsoda? A suli teli van csicskákkal. Tudom, de nem gondolom, hogy te egy csicska vagy. Én se gondolom, hogy te az vagy. Felhívhatlak egy picit? Íj, erre nem kaptunk választ! Friendzone! Pusztult a csaj! Pick up! Double text és még az, hogy légy szíved fel nekem a telefont! Légy szíved fel a telefont! Úristen! Várj, újj! Várjál! Remélem... Aj, azt kívánom, hogy bárcsak át tudnál ma este jönni. Jaj, én is! Tudod a dolgok, amiket csinálsz, hogy boldogát érdez az öreg ember. Tudod, hogy nem voltam valami jó gyerek hozzá. Jaj, rosszul voltam, és hát tudnám velem pár dolgot csinálni. Ha te apud nem gondolja jónak, apud nem gondol téged jó gyereknek, nem akarom tudni, hogy az enyém mit gondol rólam. Aha! Hogy összeszedtünk egy anyukát! Értem, összeszedtünk egy anyukát. Úgy érzem, hogy elég csalódott... Igen, kar, oké. Okay. Nem, már megint Noah. Miért van ilyen zene? Bounit. Nem kéne baszok... Mik ezek a hangok? Abba kéne hagynod a saját magad baszogatását. Vár! Minek hívott téged az Oribanc megint? Nem tudok más tenni, hülyének érzem magam. Ez nem a te hibád! Amúgy is. Van valami dolgok, amit csinálnod kéne itt. Mit mondjunk? Jövő hétvégén... Kacsintás. 100% kacsintás. Randink van jövő hétvégére, srácok! Szia, baby! Evelyn Cooper! By the old dog house. Ez az old dog house. De itt nincsen kő. De volt kő. Na, zárjuk is vissza.
Már megint Anonymous! Hallod? Ki ez az Anonymous állat? Aki? Mint Zorro a semmiből, értek? Mi a fasz? Nagyon akarja, hogy legyen alvos stream. Ez az Anonymous ember arra akarja azt, hogy aludjak. Aki akar. Fia, elszub aztán, na! Elgondolkodok rajta. Nehogy. Jobb click to drink. Mosogassak is el, ugye ezt nem akartam. Biztos, hogy nem mosok el. $100, én csak itt kiverem a faszom. Most a cookie. Do not disturb for any reason. Casting szoba! Casting szoba, itt megy a digi-dugi! Itt megy a digi-dugi, tudod, itt megy a kép, oké. Most mosolyog, vedd le a melltartó, oké. Nagy fény, jelen van nekem is itt. A kanapé. Szóval ez ugye azért van ennyi pénz a csávónak erre, hogy $100. Azért van ennyi pénze. Mert pornót forgat. Anonymous, mit csináljak? Merjem ki streambe, vagy mi legyen? Elértük a szunkolt! Anonymous! Egy feltettem, mi a dolgom. Rajzáltam, hogy ez a ház nagyobb, mint a miénk. Véj, nagyon-nagyon nagy. Amúgy halljak, mekkora ez a háztálat? Ha csak az alját nézed, Fúj, ki az anyám tesz ki egy ilyen képet a falra, miért? Szóval csak az alját nézed, mekkora ez a ház? Nézd meg! Te ez az előszoba nagyobb, mint a mi lakásunk, érted? Banon... Anonymous! Megint el kell mennem egy pár másodpercre, bocsi. Most nem tudom, meghalt a stream deck. My dingling! Mindenki spammelje, nem meghalt az izém a soundboardom közben itt. De mindenki spammelje, mekkora ez a ház, hogy ez nagyobb, mint a mi lakásunk, érted? Ez itt alul. Itt van egy pornószoba, szóval azért na, ebből látszik, hogy ez a pornós ipar, ez nagyon bejön. Nézd meg mekkora, és ez csak az alsó szín. Alsó szint. És ez csak az alsó szint, érted? Nagyon bejön, vagy az OnlyFans. Ezért nyomják ennyien, nézd meg! Na mondjuk ez egy kicsit creepy ez a szoba. Itt is ez az ocsmány festék. Mármint most kép, de ez remélem nem a tulajdonos. Mármint érted? Mármint hogyha ez a tulajdonos nagyon jól nézel ki. Nagyon jó képeket tartasz magadról a házadban, csak nem merdj. Ne, add ide a $100, léci. Nézd meg, itt is megy a kufircolás állandóan. Itt is, Hari. Anonymous, nem tudok nyomkodni már gombokat, érted? Spam, na megint! Nem érdekel, akárhányszor van, spam! Nyomnám az izét, a bumbot, nem tudok, mert tönkre ment a stream deckem, geci. De nem tudom, mi baja van. Hopp! Carlsonnak a szobája nagyon jó helynek tűnt, hogy itt tanuljak. Emlékszem, amikor kalkulusz csináltam éjszaka. Aha, Ben dohányzik, ez fixen valami stricci. Na nyomjuk a matek házit. Volt házi munkám, de... házi feladatom, de nem akartam megcsinálni. Hát akkor felkelek, akkor mit csinálok? Kiverjem, vagy mit csinálok amúgy? Mit csinálok, ha nem házi feladatod? Nem tudok írni a nőmnek. Hallod? Gyere már át. Egyedül vagyok. Egy pornós lakásba. Itt mehetne a digi-dugi bárhol. És ez nem tudok mit... Haló? Itt most miért érzékeli a mikrofonomat? Nem érzékeli a mikrofonomat, de miért akar érzékelni? Ha? Ugye nem lesz ebbe is olyan, hogy el kell bújnom. Itt egy hatalmas nagy ház. Na mondjuk ez gáz. Ez mondjuk gáz. Itt egy hatalmas nagy ház. Hatalmas nagy ház. És így néz ki a fürdő. Sehol a izé besétáló zuhanyzó, az eső izéval. Hang, led, zene, minden pornós. Mellé húgyozok a WC-nek. Ne! Hát így nem fognak kifizetni, nézd meg, lehúgyozom a WC-t.
Ezt nem fognak kifizetni, ne! Fejed már be! Ne! Hova húgyod? Ne! Körbehúgyoztam a WC-jét! Ez nem fog kifizetni, mi? Hopp! Jaj! Most köszönöm meg, hogy elfogadtam a izét. Szívesen! A WC... Most érkeztem meg. A WC-t nem én húgyoztam körbe. De szóval kösz, hogy elfogadtad, és nagyon értékelem, hogy ezt csinálod. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hamar el kellett mennem. Mr. Carson? Igen, én vagyok. Én Roy vagyok. Waltertől kaptam ezt a kontaktot. A munka kifáraszt nagyon. Ó, nem probléma, Mr. Carson. Az én köszönöm, ha. Ő az apukám. Nem tudtam volna senkit megkérdezni, hogyha nincsen Zik. A fiú kicsit beteg mostanában. Ó, figyelni fogok rá a házra. És figyelni fogok rá és a házra. Ha itt vagyok, nem kell aggódnod semmire, Mr. Carson. Életmentő vagy. Beszélünk róla. Kaja idő van. Ha tudnál neki kutyakaját a pincéből? Tudnál neki kutyakaját neki a pincéből? Persze, rajta vagyok. Jó, oké. Megvan. Szóval kutyakaját kell adni a kutyusnak. Hogy hívták a kutyát? Zik? Zeke? Zekének hívják a kutyát. Jó, de válasz, hogy a basementbe kell menni, mert ott volt a kutyakaja. Nem akartam belemenni a medencébe az éjszaka, de nagyon mókásnak tűnt. Oh, már ne, várj! Ide lehet, nem akarok lemenni. Hello? Mi az van? Oké, Carson, itt várj egy picit. Majdnem elfelejtem, a pincében a lámpák. Van egy flashlight a storage roomba fent. Fú, ne, flashlightnak kell világítanom a pincébe? Mi ez, egy horrorfilm? És hol van itt a flashlight? De ugye nem olyan flashlight, ami izé... Ilyen uniformájú. Wow! Milyen, hogy néz ki ez a zseblámpa? Ez nem tudom mekkora zsebbe megy bele, de... Crazy. Carson, rá van írva a neve. Fiaj, buzi! Most már van fény nálam. Bárhonnan megjelensz, látlak. Van kamera is, buzi! Jó. Tehát nincs itt senki. Ez nem a dog food. Hol az anyámba van a kutyakaja? Hát de ez az, buba, itt a dog food. Miért tudom eldobni? Nem! Itt van, jó. Ez a kert. Amúgy még világos van. Menj az idő. Nem írja. Szia kutyi! Szia Zeke, nézd! Ki kell nyitnom valamivel. De azt eldobtam azt a szart. Mi ez a hang már megint? Itt van. Wow! Hogy szétpattan. Na gyere kisfiú! Megkapod ugyanazt a kaját, mint minden nap kapsz, és ugyanúgy örülsz neki, mert nagyon finom. Amúgy tápláló cucc, tessék. Jó étvágya, gyere ide! Nem tudlak most megsimogatni? Jó étvágyat, vizet nem kapsz. Ott van, így áll a medencéből, jó? Nyugodtan húgyozz szét mindent. Jó étvágyat. Jó legyél. Nekem erős legyél, mikor megtámadám itt valaki. Hallottam Walter, hogy te egy számítógép mágus vagy, ugye? Van egy kérésem. A számítógép fura mostanában. Egész biztonsági rendszerem szar. De miért pont most szar? Amikor nekem kéne az én biztonságomnak a kamerák, a riasztó, minden! Aha, itt van felhajtó az egész. Nagyon sok drága felszerelésem van. És nem akarom, hogy bármi történjen vele. Igen, megértem. Megnézem a számítógépet, kösz srác. De miért pont most szar amúgy a security system, amikor nekem kéne? Legalább hagyjuk, hogyha ért hozzá a gyerek, akkor megnézni. Remélem nem lemerül amúgy a zseblámpa, most gondolok rá. Lemerül, én összeszarom magam. Miért van ott hang? Rainbow OS.
Mi a password? Ale Carson 5387. Ale Carson. Mi volt a szám? 5782? Vagy mi volt a szám? 5387. 5387, spameljétek? Ale Carson 5387. Mi? Welcome! Na, mik vannak itt? Egg.exe. Kritikális error, mint hogy a saját számítógépemet látnám. Meg lehet idézve meg a Anonymous? Szia Anonymous! Köszönjük neked! Anonymous! 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 Na mindegy! Gazz a flag sem működik. Nem működnek a játékok a gépeden, akkor minek számítógép? Na várj, itt az error. Aha. Na és akkor nem. Internet browser. Hoppá! Erre miért mennék rá? Full protection, az ekkorába villog, mint amikor rámész valami illegális oldalon, hogy letöltöz free játékokat, és ott van download, és pum-pum-pum-pum, download. Minél nagyobb a download gomb, annál nagyobb biztonsággal vagy abban biztos vagy benne, hogy az egy... Izé, na hol az előzmények? Hadd nézzem, melyik pornót néztél, vagyis hát melyik gyártottál igazából. Micsoda nagy hacker vagyok, nem? Á, megjavítom neked, persze, megjavítom neked a számítógépet, a legelső hatalmas nagy antivírus gombra rámegyek, és ennyi. Mennyire nem értem, hogy a csávó a számítógépekhez. Rányok az egelső, jó, persze, megoldom, várjál, tudom én. Perform full scan. Nagyon lenne az én egeremnek is ilyen hangja lenne, ezt úgy adnám. Ilyen mély kattalon hangja van. Nem tudtok ilyen egeret, aminek ilyen hangja van? Ilyen... Olyan jó hangja van ennek az egérnek, nem? Aha. Trójai vírusunk van, nagy a risk, és itt található meg. Removoljuk. Anonymous! Done! Köszönjük szépen! Na és most már működik? Működik! Srácok, segítsetek! 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 Ez melyik? Ez melyik? Ez vagy Afganisztán, vagy ez bármelyik le. Ez melyik? Segítsetek már! Segítsetek már! Anonymous! Anonymous! Ez mi? Na, ilyen életemben nem láttam. Na ez mi? Valaki tudja? Hogy ez mi a rák? Saint Lucia, fix? Köszi! Köszi, Kickster! Köszönöm! Na ez mi a fasz? Életemben nem láttam ilyet. Jó, Hungary fixen nem? Hungary fixen nem, azt tudjuk. San Mario, fix? Jó, ketten is írták. Jó, San Mario. W? W? Na ez mi? Katar, nem? Nem Katar? Ja, ezt tudtam! Kanada, oké? Okay. Románia? Nem. Hogy lenne Románia? Itt sincsen. Ez mi? Moldova? Danke! Szlovákia vagy... Republik vagy Česko? Česko vagy Szlovák? Danke! Nem lét... Vannak ilyenek? Hogy? Mi ez? Ilyen nem is létezik! Pazd meg, nem a... Na! Nem arra akartam nyomni! Mik ezek? Ezt egy átlagember tudja ezeket? Biztos, hogy nem Sweden, azt tudom. Kambodzsa. Crazy. Fixem japán, fixem német, Irán vagy Belize. Irán, így néz ki Iránnak, lol. Ezt nem érte meg. Na most már működik? Na most már működik a security system. Ez baj! Ez baj! Ez horror. Mi a faszért lehet így nézni kamerákon? Nem jó, itt biztos, hogy valami lesz. Itt valaki be fog törni a házba, 100% már most látom. Mi ez az egg.exe?
The program can't run because version missing on your computer, there is a program fix up. Okay, hát akkor delete. Recycling bin. Guide to being a better person. Az igen, Carson, miért akarsz jobb ember? Nem vagy jó ember, úgy érzed? Ez a videó megmutatja, hogyan kell beszélni úgy, hogy egy jobb ember legyél. Na nézzük, hogyan kell beszélni. Nyugodtan legyen szünet, amikor úgy érzed. Ne legyél bunkó. Nos is, Sherlock. Hogy a bunkó, hogy nem akarok beszélni az emberek. Anonymous, anonymous. Bocs, valami baj van a broadcast-tel. Addig élvezzél pár boldog képet. Na mennyire boldog képek lesznek ezek szerintek? Pam, 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 pam. Ó, egyen meg. Mindjárt jön be valami csúnya kép, mi? Step 2. Másik lépés. Legyen nyugodt a beszélgetésekben. Hello. Bármit mondott, akkor beszélgetésben nyugodt maradtál? Néha. Nyugodt vagyok. A titka annak, hogy nyugodt legyél. Ez ne érez magad fenyegetve a beszélgetésbe. Mondom, interfere faszom. Mink a make a better person. Oké, nyugodt vagyok. Ennyi van mára. Igen, és ez mi ez itt? Guide to being a better person. Carson, te mi az anyámat töltöttél le? Töröld vissza! Ó, és miről szólt? A fura arra emlékeztet, hogy a főzés Jeffrey-vel Channel 10-en múlt éjszaka. Van valami olyan üzé a tévében, ezt meg kell nézned velem. Hát abból nem csak nézést, ez kislány vagyis hát néni. Várj, azon a helyen van tévé. Várj, megnézem. Hát hogy ne lenne tévé, hát baszott nagy, ez a világ összes pénze itt van ennél a csávónál. Hogy ne lenne itt izé tévé? Nem, hogy tévé van, van vagy 6 tévé. Nézd meg, hol van? Itt volt egy szoba, amiben fixen volt tévé. Itt. Itt a tévé. Hello. My name is Cora. Szia, Cora. Welcome to the Novstrong. Nem nézem ezt a fost. Szopjatok le. Miért kell minden? Miért? Ez a Carson, ez nagyon fura egy ember. Kezdem úgy érezni, hogy ez nem csak pornózik, itt valami nagyon komoly drogokat is tolnak. Na itt valami jobb megy? Nem, nem, nem! Ezt akarta nézni a csávó? Vagy csaj? Macska kaját főznek ma. Nézed? Macska kaja? Úgy közben írogatunk egymásnak. De milyen fura csajom van nekem? Ez a TV is. Fú, ez a csajnak sincsen humora amúgy. It's raw. So first we are going to gently pour the cat food onto this conveniently placed pan on a stove. Igen, most megsüti a macska kaját. Like a baby suckling upon a mother's bosom. Oh lucky baby. Anonymous, Anonymous. Valami trójai vírus volt, töltötte valami szoftvert valami biztonságos oldalról. Mondom én úgy, hogy letöltöttem neki valami random értett vírusos antivírus, na mindegy. Ezt mondd el a gyerekemnek, de köszi, ezért adok egy kis pénzt pluszba, kis tippet ad neki, kis borra valót ad hozzá, csávó, köszi. Ajánlom, hogy menjen most vásárolni kaját, mert sötét lesz. Van egy kis cash az éjszekrényen.
Ez az állat nem elég, hogy fizet nekem. Még megcsináltam neki valami random antivírus a 2 perc alatt a gépét, azért plusz pénzt ad, még ad pénzt kajára. Hát te hülye vagy, nem éhezek inkább, és majd elrakom azt a pénzt. Jó, de mindegy. Oké, megyek, omá a V-Carson, és akkor vennem kell ezeket. Mit beszéltem a nőmmel? Utálom ezeket a reklámokat. Bocsi, Evelyn, mennem kell. A csávó a seggemen van, azt mondja, hogy menjek el vásárolni. Nem már, kihagyod a legjobb részt. Szarom le! Got too many fingers? I'll take them. Not enough fingers? I'll give you more fingers. People love hands. Hát figyelj, az én kezemmel figyelj! Csodákra képes az én kezem ám olyan. Szóval na. Kukkert. Ja várj, a pénz, azt nem hoztam. Pénzt nem adta oda még. Ja, megvan, faszom. Miért kell így eldugni a pénzt? Jó kezekben van. Azt mondtam, mintha az apukád adna neked pénzt, hogy vásároljál, hogy nyugodtan tegyél el magadnak is, vagy vegyél magadnak is valamit. Oh, itt is van bicikli gameplay! Hát de honnan tudom, hogy merre van a izé bolt? Ne nyelmek erre. Nem lehet így nyomkodni a W-t, mint a GTA-ba, hogy gyorsabban menjek? Az igen. Kéz nélkül? Olyan dolog. Nem loptam a biciklit, ezt kaptam. Ez az enyém. Nem volt rajta senkinek a neve. Fogd már be! Buzi. Szia lány! Szia lány! Hello, nézd milyen benő bringám van. Szia! Oj! Oj! Elütött a csaj! Azért ennyire csúnya nem vagyok! Anyád! Én csúnya nem vagyok! Pedig a szemaszány! Azaz! Jaj! A speak of the... Emlegetett szamár! Uppat a néni! Mi ad neki egy... Turner és Andy? Bro, a csajod itt volt az előbb és elment. Arról beszélsz, aki az előbb engem elütött? Csajom. Mi volt a neve? Kara vagy valami? Hallod? Dude! Ők már nem járnak. Ó, tényleg. Már átment a másik pipire. Olyan hamar. Nem is realizáltam. Ne hallgassa, srác. Rengeteg konzervkaját vett. Szerintem valami partit csinál. Tudsz róla valamit? Hogy nagyon öregnek nézett ki a sminkje nélkül. Milf Energy, bro! Hát akkor lehet visszamegyek hozzá egy pár percre. Szerintem inkább, mint egy goat. Azok is tudnak jó csak lenni. Goat Milf Energy! Crazy! Jó, abba hagyjátok már, srácok. Amúgy, dude. Mit csinálsz ma este? Vigyázz a Carsonnak a házára ma este. Amint a lelkére gondolsz, a tesóm suliába jár. Úgy hallottam, az a srác elég fura. Főleg azóta, mióta a szülei elváltak. Bármi, ami teliteszi a pénzemet, nekem jöhet! És teliteszi a zsebemet, jöhet! Jó van, csávó. Találkozunk majd hétfőn. Sziasztok, srácok! Jók lehetek? Akkor gondolom, ők a haverjaim. Na nézzük, mi kell ennek a csávónak. Hudrokhozzi kosarat? Aha! Na! Kell neki rend. Aha, hát azért nehéz lesz, hogy így nem tudom pontosan, hogy mi micsoda. Szóval kezdjük inkább az egyértelműkkel. Kell neki. Ide teszem a izémat, kell neki ketchup. Where is the ketchup? Te csak így dúdolászol amúgy ezzel a seggel itt amúgy. Júj! Ja, aztán csocsolészem. Szóval te csak itt ekkora seggel velkom, mert csak is sétálgasz. Mi a letya, amúgy átjönnél hozzám, van most egy ház. Tudom, mi szabad nekünk. Ha? Átjönnél? Fúj, szabad, csak a miénk. Köszönöm. Jó, ki hoppolt a nő engem rendesen, nem mindegy. Get honey! 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 Honey, kell lesz! Jó, mindegy, hagyjuk, nem, aki hoppolt egyszer. Nekem a ranch kell. Real mayonnaise, mustár. Ranch!
Érdekes, mondom, mindig arra jössz, amerre én megyek. Most az előbb jobb voltál, de most mégis kellek? Vagy mi van? Mi van? Baszni akarsz? Hol a méz? Strawberry jelly, ez az. Igen, ez az. Strawberry jelly, megvan. Rice, ketchup, honey, garden, peas. Pazd meg! Hé, fiú, itt dolgozol? Néni, nem látod, éppen keresek a kezemben való cucc, és keresem a cuccokat, szerintem itt dolgozok? Lehetséges, miért? Mustárt keresem. A fiamra szereti a mustárt, és nem tám sehol. Segítesz megkeresni? Hadd hozzam ideket, hölgyem! Úristen, szétszórtam miattad mindent. Mindegy, viszem. Hova a faszomba lettél, néni? Na, itt vagyok. Fiatalok, jegyezzétek meg, segítsünk az idősebbeknek. Mert egyszer ti is azok lesztek, és értékelni fogjátok majd ti is. Szóval nekem mama segíthetné abban, hogy hol a méz? Garden peas. Itt van. Garden peas megvan. Ketchup rice megvan. Honey. Nut. Mustár. Majonéz. Honey! Bazd meg, itt volt végig. Hú, ez tovább tartott, mint amire gondoltam. Danke. Na, menjünk haza a loot-tal. Ez hogy nem borul ki itt, de... Na, mindegy. És most merre? Arra nem. Oj! 9 óra 46. Gurulunk a városban, és minden rendben van. Nem számít, ha furcsán nézek, mert jól érzem magam. Ilyeső kis pisil nem is kell. Jó van, kisfiú, nyugodjál már meg, mindjárt megintézünk. Mindjárt összeugyozod megint a WC-t, mint már egyszer körbeugyoztad. Na, kitchen! Na, csak így dobjam le ide? De azt mondja, csinálj meg a házi feladatot, na nézzük meg. Remélem, hogy nekem kell megcsinálni a házi feladatot, de én nem olyan esküje elném, hogyha nekem kéne megcsinálni. Állj, nem gondoltam volna, hogy ezt érzem, más szemmel nézek rád. Tényleg úgy csináltam, mintha nem lennék paranoiás. Nem lennék paranoiás. Lehet, mint átlagos lenne, de amúgy szerintem van már valaki a házban, azért gyorsan nézem a kamerákat. Mint hogyha átlagos nap lenne. Úr, itt senki. Oké. Nem, egész több pisi, nem kell. Úristen, te! Jó, akkor húgyozzuk szét a WC-t. Itt van. Most betalálok szerintetek? De ne oda húgyozzál már, hát megint kimegy! Már megint hova húgyozol, hát bele pisiljél már, léci! Én irányítom megérrel a pisilést. Már a késő jöttem rá, hát már szét van húgyozva. Csak még egyszer. Á, innom kell majd megint. És akkor tudok húgyozni. Hát az egérre én irányítom. Ha pazdek, akkor tudtam volna ezt, akkor nem húgyozom kétszer is körbe a WC-t. Jó, chill, chill, chill. Chill. Ú, pazdek, nem írtam vissza a nőmnek. Just chillin. Ja, az én voltam, azt hiszem már leültem. Oké. Okay. Andy Reynolds, dude! Azt mondtad, Carsonnál vagy? Ezt látnod kell. Nézd meg Roy Carsonnak a keresés erősményét az interneten. Most azonnal. Alapjáraton ez volt a tervem, hogy nézem a porrót, de hát akkor mehet. Hogy kell megnézni? Ah.
Research. Ez az a csávó, aki a videóban volt. Roy Carson. A BM Media-nak a co-foundere. Ő életveszélyes fenyegetéseket kapott az ex-feleség, az mérges ex-feleségétől. Ez az ex-felesége, ő ma a Carson. Hát ez van ez így, mit csinálták Carsonka? Igen, nem ritkaság, hogy az ilyen celebeknek belekotnyáskednek az életükbe. Most ott látunk Roy Carson ügyében is. A CEO, Alyssa Brown Carson az, akivel szakított ő a felesége. Tőle kapott ilyen életveszélyes fenyegetéseket és halálos fenyegetéseket a fanoktól. Alyssa Brown fanjaitól, oké? Okay. Itt lakik. Ne! Van valaki az ajtónál, várjál. Sources say Roy Carson had people knocking on his front door. Alyssa hasn't been very vocal about situation yet, but Hunter News actually... Ne! Ne! Van egy... ez a... most oké, nem értitek a sztorimra, és miért para. Van egy csávó, aki co-founder és a felesége... bazd meg! A felesége az... az valami nagy sztár. És ő... és a... és bazd meg, ne! És mivel az, annak a nőnek a fanyai azóta mióta szétmentek, halálosan fenyegetik, és néha eljönnek a házához a Carsonnak, hogy halálosan megfenyegessék. Bazd meg! Most mit csináljak? Oda megyek. Ez egy pizza futár? Várjál! Én nem rendeltem pizzát, haló! Kinyissam! Ki az? Meghoztam a közepes méretű pizzádat, uram. Nem rendeltem pizzát. A közepes méretű pepper pizzád. Rossz címem vagy, én nem rendeltem. Igen, ez az a cím. Ez a néven rendelték. Roy Carson. Baj van! Rendelt valaki egy pizzát Roy Carson névem. Nem megy el! Itt ül már vagy 3 órája! Kurva anyám! Kimegyek és megöllek! Takarodj a kurva anyádba, hogy tényleg megöllek! Ez van bűncselekmény, te buzi! Faszom, hogy itt kusba legyen az egész család, mert jaj, kopognak! Gyere, bazd meg! Jó, gyere! Harcoljuk, open! Hogy nézel ki, te... puzi! Add ide a pizzát, azt menj anyádba! Kösz! Pont, pont, pont! Hé, ez egy lehet elég fura kérés, de... várhatok itt, ameddig eláll az eső? Valószínűleg nem valami biztonságos itt lenni esőkabát nélkül. Ez jó válasz! Nem vagyok benne biztos, hogy apunak ezt tetszene. Fent van apu. Ó. Megértem. Legyen jó, szép napod. Neked is. Megindulsz? Szia! Pus-pus, mert megázol! Puszi! Úgy-úgy. De szia! Amúgy is. Meg milyen kérés? Várjál! Várjál! Megint nincsen zeném, mindegy. Te ide figyelj, miért akart ez a házamnál megállni? Házamnál megállni? Jaj, esik az eső. Ha beülsz az autódba, nem esik az eső. Ez nem azért akart a házamnál állni, mert ez meg fog ázni. Nagyon jó, hogy elküldtük. Nagyon jó, hogy elküldtük. Szóbb le magad. Na, nézze, mi van ebben a pizzában. Milyen mérget, meg milyen késeket, meg mit raktatok bele? Ja, nem akarom ezt a pizzát megenni tévézés közben. Nézd, ez egy kis mérges fej. És egy gonoszabb mosolygó fej. Ez jelzi azt, hogy meg fogok halni, mert megeszem ezt a pizzát. Jó. Jó, hát akkor... mi a fasz megy még megint a tévébe amúgy?
Te buzi! Roy Carson rendelt egy pizzát nekünk, és akkor mindjárt megérkezik a pizza. Már megérkezett, te buzi! Anyád! Mi a fasz, menj a Jack. Are you doing your work? You'll have to spend the night in the dungeon if you don't. Szóltál volna hamarabb is, hogy rendez pizzát, bazd meg, főleg azok után, hogy nem mondtad el, hogy izé. Bazd, mi? I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. He makes me solve math work, so my head hurts. De ki jó voltunk. I can't escape. Csóró csaj. Na mindegy, hát hadd egyem a pizzámat, Fuzi. Használtam a WC-t. Miért nincsen lábatok? Azért lazán betolt csáva egy egész pizzát. Nem. Gondol arra, hogy melyik kalória, hogy el fog hízni, meg ilyenek. Nem. Should close the TV. Bazd meg! Buzi vagy? Egy mocskos nagy buzi. Kicsi, mondtam már neki, hogy menj innen! Mondtam már, hogy takarodj innen az anyádba. Azért rám, azért most kicsit megijedtem, hogy összetelejek. Megint mozgást érzékel. Ez a csaj! Kint itt mutassad már, bazd meg! Hol van? Ott volt egy virágot. Most mi a fasz, hova lett a csaj? Ez a csaj. Kit miért félnék egy csajtól? Nyere! Miért félnék? Ki vagy te? Ha? Jaj, mi? Jaj, letűnik a műkörmöm, jaj, fáj! Na mindjárt kiütlek, és akkor megtudod! Buzi, hol vagy? Unknown sender! Na már jól kezdődik! Buzi virág. Gyorsan! Hogy vagy mit csináltál vacsorára, vagy dinner, ebéd, nem tudom. Azt gondoltam, hogy ez egy rossz szám. Fura volt. Nem foglalkoztam vele. Sok munkám volt, amivel utol kell érnem magam. Nézzétek a kamerát, mindjárt jövök el, mert pisilni, jó? Két perc? Elsétált ott valaki? Ugye nem? Most csak visszaeltek, ugye? Ne hazudjatok, nem volt itt senki. Mondott valamit a karakterem? Kaptam üzenetet? Történt? Eskü, valami történt? Hol vagy? Hol vagy? Jó, oké, benn van a kis házikójában. Ezt kinyitottak!
Ez eddig is nyitva volt? Ha? Ez eddig is nyitva volt? Itt vagy bent a buzi? Ez eddig is nem volt nyitva? Én jutottam ki. Mondtam már. Fogd már be! A házi munkám közepén volt, amikor elment az áram, és kaptam ölti üzenetet. Fogd már be, a pofádat már! Ugat a kutya! Hogyha ugatnak a kutyák, akkor valami nagy baj van. I knew guys like... Tudtam olyan embereket, mint ő. Besides him és Andy, az egyetlen emberek, akik tudták, hogy ez a ház egyedül van. Hol érzékel mozgást? Ott megy! Itt van elől, itt volt elől! Jó, menj, sípol már itt minden, bazd meg! Egyedül vagy? Miért ignorálsz? Miért vagy mindig bunkó velem? Nagyon gyerekes vagy most. Oké, ha ilyen vagy, nincsen szükségem rád amúgy is. Tudod, sokkal szexibb, mint te. Te ki vagy? Baj van. Ez szerintem a Crazy X. Hova tettem a zseblámpát? Hol van a zseblámpa? Nem emlékeztek, hova tettem? Nem emlékeztek, hova tettem? Nem látok semmit. A konyhába hagytam. Bazd meg. Itt vagy a házba? És itt hol? Ha? És itt hol hagytam? Megjelöltem a területemet. Csak hogy tudja ez a ringyó, hogy mi a helyzet. De nagyon nyugodt a kutyi. Hol vagy, buzi? Előlugat. Ez a áram? Visszakapcsoltam az áramot. Kutyi! Bármi van, védj meg! Jó? Szeretlek, gyere! Arra megyünk. És visszakapcsoltam az áramot. Ben van a házban. Ben van a házban. Ben van a házban. Azt mondtad, a barátaidnál leszel. Turner, ez nem vicces. Tudom, hogy te vagy. Kést. Kést azonnal. Kést azonnal. Ne a porrat, a kést vedd ki! Gyors tej.
Hát, ha le kell húgyoznunk. Kés! Hát ez hülye! Na mindegy. Hát nekem fel kéne mennem a kamerákhoz, de állítok, fenn van. Back to my schoolwork. Anyád, hát nem hallottad, hogy itt sétál? Googleva húgyozok. Széthúgyozom a WC-t megint. Hallod, Googleva húgyozok, mi a fasz? Na láttad ezt, kislány? Nem a házimhoznak kezdek neki, először körbenézek a házba. Mozgást érzékel. De hol? Bazd meg! Hülye vagy! Tick banana. Fura érzésem volt ezzel a szituációval kapcsolatban. Ez egy nő, aki az ex és crazy és meg akar ölni, és hát nem engem. Látod, neki volt annyi esze... Neki volt annyi esze, bazd meg, hogy elment a késér! Neki volt annyi esze, hallottad? Cing! Neki volt annyi ez, hogy elmjön a késér, neked nem volt, és most meg fogsz dögleni. Meg kellett néznem. Meg kellett néznem. Miért kellett megnézned? Jó, várj, nézd, csekkolom neked, nem kell lemenni hozzá, mert létezik olyan, hogy technológia, nézd, és egy kattintás, bám! Ez eredő volt, izé, nem? Ez miért van nyitva? Ezt szemétottam ki! Ott megy! Esküszöm, nem én kapcsoltam be azért. Nem, hát az a puzi, aki ott kint sétál! Keci, de az a baj, hogy fogyatékos a karakterem, és nincs semmi, amivel megvédjem magam. Felvettem egy darab szart, és ezzel tudom max megdobni. Miért buta? Mocskos csövesek, bazd meg. Miért kell bántani a másikot? Nem lehet megnyugodni. Nézd meg, mit művelt! Szétbaszta a pornofilm forgató izé stúdiót! Köcsög! Mit irigykedsz? Nem téged nyomnak, vagy mi? Nézd meg, és hiányzik a kés! Ezt pontosan ezt akartam én is kivenni, akkor húzzuk ki a másikat, és akkor késprábaj, nem? Késpárbaj! Nem? Vagy én vagyok a hülye? Kicsit elég uncomfortable volt ez a ház. Szólnom kellett neki. Edward küldi nekem Turnernek a kontaktját? Hogy ne baszogasson? Ez nem a Turner. Ez a nő. Itt ennek nincs semmi fegyver, ez egy puzi, ez a srác, akivel játszunk. Hát nincs semmi túlélő összöne, semmi, érted, Miért járkál itt össze-vissza amúgy is ez a nő is, ami fogyatékos? Mindegy. Mivel baszakszik? Itt van a ház körül és nem vicces. Ez nem a srá... Kérdőjel. Dude, itt van nálam. Tényleg? Hú, most akkor vajon ki lehet ez? El akartunk menni filmet nézni. Bradyvel. De van sleepover. Itt maradtak sleep, ott maradtak aludni. Oké, mert most már rájöttél, vagy mi van? Ebben pillanatban a házi feladatom kevésbé aggasztott. Kicsit paranoiás lettem. Igen, nézni a monitort. Igen, ezt csináltam egész idáig, mert nekem volt eszem, tudod, kisfiú? Ez a folyosó legfontosabb, ez a legjobb kamera, mert itt vagyok valahol, itt a folyosó végén. Szóval látom, amikor jön. A saját gondolatom, és ez nem volt a fejembe. Bazd meg! Jön fel! Ne!
Bye, man! Bye, mom! Dude, we're gonna have movies ready. Start putting stuff sleepover, dude. Check out the article. What you told me about. This is... Elkezdte nézni a tévét? Vagy mi a fasz? Ez az én folyosóm! Ez az én folyosóm! Mit csinál? Nem ebben a szobában vagyok. Nem, ez nem az, nem? Bent vagy? Hiányzol! Bármi is történt között, bármi is történt közöttünk, meg tudjuk izélni. Meg tudjuk oldani közösen. Beszéljek hozzá, vagy ne? Megkérdezem tőle, hogy mit akar, vagy ne? Szerintetek ki tudjuk beszélni magunkat a szituációból, vagy inkább bujkáljunk? Mert nem tudom, lehet, hogyha együtt működünk vele és jó arcok, ők elhitetjük vele, hogy jó arcok vagyunk. Ha? Ne? Ne? Jó, akkor nem! Ne játszod a kibaszott idiótát velem! No? Tudom, hogy benn vagy! Nyisd ki az ajtót, csak beszélni akarok! Mindenképp beszélnünk kell vele. Mindenképp kell beszélnünk vele. Viszont ez nem egy zaklató. Ez az exünk. Ez nem a csávónak a crazy exe, ez az én crazy exem. Baj van. Nincs semmi, amiről beszéljünk! Én mindig kedves voltam veled. De mindig úgy bántál velem, mint a szarral! Segítségre van szükséged, Kara! Minden tudok. Tudom, hogy miatta hagytál el. Így, bazeg, egyik se jó! Mindegyik olyan válasz, amitől ideges lesz, nem jó? Ilyenkor nem szabad, ilyenkor együtt kell játszani. Mind game! Ja, igazad van amúgy nem túl jó vagy hozzám, vagy valami! De pontosan ezért! At least not junkie like you. Ezért, mert hát, hogy kicsit tényleg nem akarnak bántani, na ezért, ezért! De én szeretlek. Azzal mi van? Azzal mi van? Megérdemlünk egy második esélyt! Ne, tudod! Ezért bevérlek a rendőrségre is! Ez nem tetszett neki. Csináld meg, és megölöm mind a kettőtöket! Meg fog baszni! Annyi lesz nekem! If I can't have you... Hogyha én... Az én nem lehetsz. Senki nem lehetsz! Jön ide! Hova bújjak el? Írjátok már meg! Hiába késezek! A csávó nem veszi fel, mert fogyatékos. Pince! Kajak! Mert onnan nincsen másik út kifele, azért hülyék vagytok? Ki a faszom megy a pincébe elbújni? Hülyék vagytok? Ki az anyám bújik a pincébe? Az ex szoba.
Lehet amúgy. Faszok oké. Ez mióta van itt? Ez mióta van itt? Az előbb nem volt itt, bazd meg! Most jön fel! Mi a fasz csináljak? Nézem a kamon, ha bemegy valóban, átfutok a másik szobába. Ha bemegy, oda futok is. Menj be! Menj már be! El tudok indulni. Jó, most megvan, már megvan, már megvan a tax. Elhagytam a házat, lementem izé, és apám hívta a rendőrséget. Abban a pillanatban, hogy megérkeztem, már régen hagyta a házat, de tudta, hogy hol lakok. Vége van? Hogy nagyon kellett köhögnöm. Mindenki dupla vét megcsináltam? X-el ezek az egységes donétek, hallott sírni tudnék tőle. Kara az első ember volt, akivel jártam. Ja, mert akivel találkoztam egy ilyen dating site-on.
Három éve idősebb volt nálam. Aranyos volt, amikor találkoztunk, és elkezdtünk járni. De két hónapra rá a kapcsolatunkba elég kemény drogokat kezdett el használni. És próbáltam segíteni neki, de... Mi? I tried to get her, but she turned around, I'm trying to change her. Most kikszá, amíg kajak hagyd abban, most már kezd nagyon rossz lenni. Egy nap, amikor elegem volt, szóval nem, tudta, hogy nem akar semmi rosszat, de a rendőrök láttak mindent a kamerafelvételeken. De a legdurvább, ami megijesztett az, hogy semmi nem volt elrabolva a házból. Kiderült, hogy nagyon be volt drogozva, és alkohol hatásart volt. Leratóztatták, és sok időre letartóztatták. Ja, oké. Kikapcsolja azt is, hogy izé nem. És hát a feliratkozás, ezt nem akarom. Ez egy W játék volt, srácok. Szerintem ez egy W játék volt. Ki az anyám bújik a pincébe? Az ex szoba. Ez mióta van itt? Ez mióta van itt? Itt én nagyon megijedtem amúgy. Itt egy picit össze-vissza fostam magam.